így akartam mondani, hogy van egy különlegessége a mai alkalomnak. Ott van Levente, és Szolátáról jött az ottani áruházból, és az adott ki 1000 gyereknek. Nagyon örülünk annak, hogy... Nagyon szomorú vagy. Megjöttük a szomorú. Nem örülsz neki? Gyerekről jutott eszembe. Nagyon örülünk annak, hogy Levente 12 évesen élete első repülőútján túl lehet. Most majd a második, és reméljük, hogy minden rendben lesz. Pilóták beviszik. 12 éves Szolátáról a készenlétben voltam, hogy azért mondom, átnézek innen oda meg vissza, mert nem biztos, hogy nem fognám ezt. Enikőnek 8 lánya van. Pontosabban ő a nevelője 8 lánynak. A Szoláta jár, ő a kísérője Leventének most, aki eljöttem a Dévői alapítványból. Szép nap jött el karácsony előtt, ami most már hagyományosnak minősül a Malév életében. Hagyományosnak minősül a Baptista Szeretetszolgálat és a Malév közötti hagyományosan nagyon jó és nagyon szép együttműködés történetében. A ünnepi körülmények között fogjuk ezt az átadást itt a magyar média képviselői előtt lebonyolítani. Aztán közbeszólt ez a nagyon-nagyon nehéz helyzet itt Ferihegyen. Azt azért szintén szeretném elmondani, hogy tegnap megkerestük a Sztrájk Bizottság vezetőit, és kértük őket, hogy tegyék lehetővé, hogy az egyébként már konténerekbe összecsomagolt dobozok felkerülhessenek a belső kocsi mozgásokkal a gépek fedélzetére, és szeretném megköszönni a Sztrájk Bizottságnak, hogy lehetővé tette, hogy az erdélyi járvák megkaphassák a mai járatokban az ajándékot. És mi pedig akkor úgy indünk nekik ott, ahogy elmennek a sok-sok csomaggal. Akkor Levente, téd az egyik kocsi, és kapitány úr, tétek segít a másik. Ennek vegyére segítettek. Segítettek. Merre? Arra, jó. Igen, de irány is segít.